itt az augusztus, és közeleg augusztus utolsó harmada, amikor is a nyitány ennek az időszaknak a Blues Fesztivál szokott lenni. Idén mi lesz? Hát idén is a Blues Fesztivál lesz, azt gondolom, hogy ezt a hagyományt őrizni kell, és talán ennek a mostani Blues Fesztiválnak van egy másik apropója, hogy azt gondolom, hogy Kőbányának van kötelessége itt a Blues és a Blues Fesztivál hagyományának ápolása terén, hiszen a mostani fesztivál az gyakorlatilag mégis egy ilyen emlék koncert sorozat lesz. Szeretnénk tisztelegni Póka Egon előtt. Egyrészt ugye vele kezdtük el annak idején ezt a Blues Fesztivált, és hát így ezen keresztül is szeretnénk jelezni, hogy ő továbbra is itt van közöttünk, és őrizzük az ő munkásságát, és ennek szentelnénk a mostani augusztus 19-ét. Egyrészt azért is 19-e, mert Egonnak ekkor van a születésnapja, és ezért tettük mi ezt a fesztivált most ebben az évben péntekre, augusztus 19-ére. Értelemszerűen itt a fellépők között lesznek az ő tanítványai, barátai, vendégekként a Deák Bill, Gyula vagy Tátrai Tibor, de hát a műsorvezető is, aki nagyon régi ismerője, tisztelője Egonnak, ugye Abaházi Csaba lesz, aki nem csak műsorvezetőként, hanem zenészként is részt fog venni ezen a fesztiválon. Az esti műsorban ki lesz a főszereplő? Ugye a Póka Legendárium zenekar, és ez a zenekarhoz jönnek a vendégei, az előbb említett Deák Bill, Gyula és Tátrai Tibor. Az elmúlt évek alatt, amelyek alatt hagyomány teremtődött itt Kőbányán a Blues Fesztivállal, végül is a kezdeti ötlet mennyire sarjadt ki, mennyire teljesedett ki? Én azt gondolom, hogy ez egy, annak idején is egy jó ötlet volt. Ugye augusztus 20-án mindig volt valamiféle programja Kőbányának, de a Blues Fesztivál az a 2010-es években kezdődött el, és szerintem teljesen kiteljesedett, és azt gondolom, az Óhegy Park egy méltó helyszín, illetve Kőbánya ennek a rendezvénynek. Általában egyébként Kőbányán mennyire sikerült tartani azt a Póka Egon által szorgalmazott vonalat, hogy élő zene legyen a koncertzene? Amit a Körösi Kulturális Központ szervez, ott mindig tartjuk, tehát a szabadtéri nagy önkormányzati rendezvényeinken, tehát ami úgynevezett közpénzből finanszírozzuk, azoknál minden esetben élő zene van, és ezt azt gondolom, hogy mi továbbra is be fogjuk tartani, és bízom bele, hogy ezt sokan át fogják venni, és valóban mindenki arra törekszik majd, hogy ezeken a fesztiválokon a közönség élő zenét hallhasson.